Három új játékkal bővült a kalandváros, így már összesen 47 eszközt használhatnak az ide látogató gyerekek. A két kisebb rugós játékot és a nagyobb, mozgássérült vendégek számára is megfelelő eszközt önkormányzati támogatásból vásárolta a fenntartó cég. Tavaly ugyanis a Szóva Zrt. a Szombathely a Segítés Városa programon belül az újraélesztési rekordkísérlet kapcsán kapott 3 millió forintot e célra. A kalandváros március 25-én szombaton reggel 9 órától nyit ki a nagy közönség előtt.